Na, hello, sziasztok, én Gábor vagyok, és elnézést, hogy be vagyok rekedve, csak nagyon beteg vagyok, mint az állat. De azért egy pár videót csinálok. Sajnos nem tudtam feltölteni az összes videót, amiről beszéltem, nem eléggé régen az egyik videóban, mert sajnos meghalt a gépem, és kellett egy vadonatúj gépet vásárolnom. És most talán jobb is valamivel a grafika, mint szokott lenni. Hát igen, amit látjátok, most ugye megkaptuk ezt a 9 csatára, ezt a német 6-os szintű tankot. Erről lenne szó egy pár mondat erejéig. Méghozzá azt, hogy amikor ezt a tankot gyártották, ugye készült három darab prototípus ebből a harckocsiból a németeknél. És úgy vélekedtek velem, hogy először az első prototípus az nem ilyen toronnyal készült, mint ami van a Párducnak, vagy más harckocsinak, hanem simával. Na már most azt ugye meghagyták, és abból lett ugye a Panzer 4-es, és ezt meg elvetették, mivel ennek akkora súlya van ennek az egész toronynak, illetve lövegnek, hogy nagyon visszalasítja ezt a harckocsit. Tehát ez egy Panzer 4-esnek az alvázára ráépített Párduc lövegtoronya, ráadásul egy nem is a legfullosabb, hanem az alap. És amit látjátok, hogy nem is lehet eladni, meg semmi, azt meg tudom nektek mutatni, hogy egy 75 mm-es löveg van rajtam. És igen, már játszottam vele pár csatát, szóval Samsung 4-et, és én meg vagyok vele elégedve. Gondolkodok rajta, hogy meg fogom vásárolni végleg, úgyhogy én el is indítanám nektek ezt a csatát. Nézzük meg, hát eléggé szar elosztásunk van jelenleg, de talán lesz jobb is majd. Megnézzük, hogyan alakul ez a csata. Na már most ugye ebben a részben ezzel a harckocsival szeretnék még egy pár csatát menni. A következő videóban be lesz mutatva nektek a Párduc, vagy hát a kis Párduc, a 7-es szintű kis Párduc. És remélem majd így fogok tudni tovább haladni idővel, csak hát ugye sok krediten múlik az egész dolog, és nekem meg nincs annyi időm játszani. Egy kibebaszottú pontos löveggel rendelkezik, ez a harckocsi. Páncélzata az olyan, mint a Panzer 4-esnek, 4-3-nak ugye. Hát lehet vele pattintatni, de nem ajánlott olyan közeli távról belemenni a nagy csatákba, mert csak rosszul járhatunk vele. És remélhetőleg nem leszünk olyan nagyon sebezhetőek ugye az Arctic-nak, mert ugye az Arctic azok ugye be tudnak eléggé jól jönni, lőni. Ja, majd lesznek ugye Artiról is felvételek, jó. Meg majd lesz, most már lassan remélem, mert ki tudok hozni azt, hogy saját normális műtárban létezőt hozni. És az egyik ismerősöm segítségével, és akkor közel is be tudnánk csinálni. Tehát ezt mondtam, hogy a borszög az be is lőtt. És remélem, hogy ez sikerülni fog. Na, hogy én...
Jó, hát a Skoda az elméletileg nem tud átütni. Én meg amilyen béna voltam, azért nem tudtam belőni. Elméletileg egy izének még itt kell lennie, egy Cromwellnek. Na, meg egy T43-as is van itt valahol. Sikeresen lepatintottunk. Na, hiszen pár duc, kolléga. Jó, hát nem értem túl, de én sem. Ez orpi. Hát ezzel számoltam, hogy ez a csata ez ilyen fog lenni. De talán a következő jobb lesz. Addig nézzünk, nem tudom kit kéne nézni. Nézzük a Borsigot, mert úgyis ezt is ki szeretném fejleszteni. Ezt a harckocsit, vagyis hát páncélvadászt. Nézzük mit tud. Jó, most a párduc annyira nem érdekel gyerekek, mert arról volt külön szeretném bemutatni. Végül is majdnem minden olyan harckocsit, amit be akarok mutatni, ebben a csatában az egy szerepel. Tehát, ja, na mindegy. Az amerikaiakról azt hanyagoljuk, azt az ágat, mert én nem vagyok azzal kibékülve annyira. A körmenjük az igen jó, de nehéz, hogy a T29-esre kurva sokat kérnek, és nem lehet vele olyan jót teljesíteni, mint ahogy mondják sok ismerősöm is, meg sok más videót, hogy néztem, hogy ugye jó a T29-es, ja jónak jó. Úgyhogy nem lehet vele jó teljesíteni, mert akkor a nagy darab állat egy harckocsi meg olyan árba adják tapasztalatra is, meg kreditre is gondolva, hogy nincs értelme az kifejleszteni, na de mindegy. A T32-es az viszont már sokkal jobb, mert ez már nagyon jobb páncélzatot is kapott. Na mindegy, ebben most nem menjünk bele. De akkor most nézzük a párducot. Szerintem ennek a párducnak a az alap lövege van fönn. Hogyha jól látom. Mert... egy 100-at sebzett, az kurva kevés. Én ilyen 245-eket szoktam sebezni általában. De nem, mert ahogy nézem, valóban az izé van meg neki a legnagyobb lövege. Jó, mindegy, nézzük tovább egyel. Na, itt már a Pardus 2-ről van szó. Jó, hát ezek be lesznek mind mutogatva. Ezek a németek egy kurva jó tankok voltak régen. Csak kár, hogy ugye alakult a történelemben, hogy nem volt elég ellátmányuk. Németeknek, meg hülyék voltak, hogy megtámadták a ruszkikat, na mindegy. Hát ez a csata, ez egy, az én megjóslásom szerint egyel fogunk nyerni szerintem. Mert nagyon szoros, ahogy nézem. És én ezt meg se várom, vagy hát meg kéne várni, de... ugye ebben a videóban német harckocsit akarom bemutatni, és még nem vettem vissza az összeset. Mert amint mondtam, ugye nem volt rá időm annyit játszani mostanában. De most be lesz fotóva minden, majd most talán fel sorba a videókanát. Legalábbis nagyon remélem. Hoppá, valami itt le is esett. Mindegy. Hát még amíg itt bemutatnánk nagyon szívesen, az még a brit harckocsik, meg a páncélvadászok, mert azok megint egy kibaszott jó dolgok ebben a játékban, de tényleg. De én a briteknél azt, hogy a nehéz, meg a páncélvadászokat kéne bemutatni, mert láttam már mindenki csinált végül is a izéről is videót, a Cromwellekről, meg ezekről, ugye a közepeságról, de igen kevés van, aki ugye az izéről csinált konkrétan videót a ugye a nehéz szintről, meg ugye a TD-kről.
Hát igen, ez arra volt, hogy a Wolf is azt kitépi. Ez is ugye egy baj van, hogy papír a páncélja, de viszont egy akkora levege van rajta, hogy egy 2 kilométerre kitép egy 34 per 100-es. Vagy full HP is persze. Ez az Idaho, ez igen jó játszik ezzel a pár luccal. Jön be, mert ezt figyeltem az előtt is, hogy nem ügyetlen. De én még most is azt mondom, hogy az Arctic-ra kell nagyon figyelni itt, mert be fogják lőni a gyereket. Onnan már lélőd. Jó, mindegy. És szerintem a másik párducunk, a kettes, az szerintem el is pillett. Így is van. Sajnos az elpillett, de még van, a párducban van a nagy reménység. Meg a ember a T-34-esbe. Vagy az Arctic-ot gyorsan kiszedik. Jó, ez szép volt. Vagy zég egy Arctic van. Jó, a kekette, csak vigyázz, mert ott nem alakadta meg a páncélvadász. Na mindegy. Talán elhozzák. Öten vannak egy biztos, hogy le fogják hozni. De most ez dicsérnem kell ezt, nagyon ezt a gyereket, mert okosan játszik, aki ezzel a pár utcával van, mert talán direkt úgy, hogy mindannyian vissza kelljen lőni a izének, az egy ellenfélnek. Mármint meg úgy is jó, hogyha nem lő vissza, mert túlélőként lesz elszámolva, és jobb, mint hogyha kilőttként lenne. Na mindegy. Szerintem én azt fogom csinálni, hogy megyünk még egy csatát, vagy max 2-t ezzel a panzerrel, és én elköszönök tőletek, mert mint mondtam, nagyon elfoglalt vagyok mostanában, de majd talán karácsony előtt, meg karácsonykor nem leszek annyira, úgyhogy meg kéne várni végre, hogy megnyerjük ezt a csatát. Hát igen, a cseszkók régen egy csomó T-34-85-ös vásároltak. Fölvásárolták majdnem a ruszki piacon az összeset. Némi átalakítgatásokkal persze, de az már utána alakítgatták át maguk. Tehát ugye a torony páncélzatot ott elő sokkal jobban megvastagították, erősebbé tették. Most hát a levegpajzsok, hogyha úgy jobban fejezem ki magamat, ami ugye az, ahol van a leveg, hogy becsatlakozik. Na, de megnyertük, már foglaltuk a bázist. Hát sajnos ez nem lett olyan jó csata, mint reméltem. Mármint így nem tudtunk sok mindent csinálni, de majd most talán a következőben azért tudunk valamicskét csinálgatni. Na, hát mindjárt meglátjuk, mennyit keresünk. Így is 7000-et kerestünk. Az nem rossz, nem rossz, maradjunk annyiban, és még van 4 csatánk, na már most én akkor még egyet lenyomok. Remélem most már jobb elosztást is kapunk. És hogyha még lesz annyi időm, akkor talán ezen kívül még egy csatát lenyomunk. Hát ez a pálya nincs a kedvenceim közt, a párizsi pálya. De megpróbáljuk a legjobbat kihozni belőle. És remélem sikerülni is fog.
Jó. Na, hát akkor én azt mondom, hogy nem tudom, merre fogok elmenni. Szerintem el fogok menni oda föl, gyorsban, és akkor rá fogok látni a fotolókra. Igaz a baj, hogy ott meg szét fognak szedni, ami nem jó. Mindegy, akkor elmegyünk támogatni. Megnézem majd a izébe, talán ötször a bedobott erre a pályára. Ami nem sok. Tudnak jönni a harcok, hogy le kéne mennem. És hát visszalőni őket valahogyan. Valahogyképpen. A gyerekek, én felszólítottam mindenkinek, hogy milyen harckocsik várhatók itt a szar felén. Úgyhogy most szájegyri van minden. Kettő új jön. Prototype-unk sajnos nincsen, hogyha jól láttam. VK-t is kitépték. Jó, most kivételes mondani, hogy ilyen 85-est lepattantottam. Motor kaputt, meg én is mindjárt kaputt leszek. Tudtam. Jó, hát... amit mondtam az előbb, nem vagyok annyira egy járatos ezen a pályán. Majd most, úgyhogy... én tartom magamat ahhoz, hogy még egyet menjünk. Még egyet át, és talán akkor már jobb lesz majd az elosztás. Tegnap igen jó volt az elosztásunk különben. Úgyhogy nem tudom, hogy most miért dobál föl 8-asba, mert az előbb is feldobált 8-asba. Tegnap volt olyan, hogy mert ugye leteszteltem én ezt a harckocsit, mert ugye ez úgy volt, hogy ha bejelentkeztél és mentél, vagy nyertél 5 pontot, akkor megkapott ugye ajándékba ezt a harckocsit, ugye 10, bocsánat, 9 csatány erejéig, és ugye utána meg elveszik. Elveszik. De már mondjuk, most én arra mondok, hogy hát nekem ki kell, hogy cserélem a legénységet bele, mert én azt a legénységet, én azt tudom, hogy
mert ha jól emlékszem, megvan nekem az AL-75-nek a legénysége, vagy a Tigris 2-esé, és nem fullos, tehát hogy ezt ki kellene fulloznom a Tigris 2-nek a vezetőit, és utána. És beütötte, olyan mondjuk olyan közelre, ez nem is ilyen. Hát tényleg, mondom, hogy sajnos elismereség volt, de három a magyar igazság, tartja a közmondás. Talán szerencsénk lesz harmadszorra. De így is így is lehet vele keresni, csak így, most hát ugye 6000-et, majdnem 7000-et kerestem vele, vagy kerestem vele. Na mindegy, megyek még egy csatát velem, és talán ez már jobb lesz, mint a többi volt. Hát Provence-ra dobolt be, Provence az mondjuk jó, mert ez a hajhoz kocsi az tökéletes. És ráadásul még most a szarabik felére dobolt be, de nem baj. Most ugye ezen a felének még vannak, azok meg kell támadni. Na de viszont jól látom, ott van Leo T29-es, az biztos be fog állni a T29-es, és jön védekezni. Nem hiszem, hogy fogjuk támadni. És kiesünk be, kell nagyon bízni meg a T152-esbe. Mert azok a lővet, meg ezek azok ilyen. Azokról is lesz egy bőven videó, persze. Azért annyit nem lőttem bele, csak mivel kombinált sebzés volt és ott beloptam. Ezért mutatott akkor a sebzés. Ez már nem lesz az enyém. Sikerült. De az is ott a baj, hogy ez ott meg fog állni. És nekem ez nem tett. Trick! Amíg úgy eltaláltam volna, annak jobban én itt van. Egy is van. És ez megszivazott egy kicsit, de nem számítottam rá, hogy még egyszer vissza alatt. Jó, ezt is sikerült leszednünk. És már 607 sebzésünk van, és ez nem rossz. Nem rossz ezen a pályán. De viszont ott jön egy Leo, és ezért nekem nem tetszik, de itt az Emilke az ugrott is. Meg azt a 200-ast kergetem, hogy valahol dugja ki, vagy 252-es magát. De szerintem abból nem lesz semmi. És inkább én is azon vagyok, hogy itt segítsek az Emilkének. Az AT az igen jó, golyófogónak. Na, hát
ez hosszú csata fog lenni. Én nem is tudom, hogy mikor fog felmenni ez a videó. Fel fog menni persze. Arról van szó, hogy nem. Az ellenfél az eléggé jó, elkezdett lövöldözni ránk, de úgyhogy ki tudnám szedni ezt az egyet, akkor megszűnne a spotjuk. Megpróbáltunk vele. Jó, egy... Jaj, ez így már nem jó. Ki fognak nézni. Jó, köszöntöm a figyelmet, srácok. Akkor ezzel a csatával búcsúznék. Mert maradjunk annyiba, hogy jó kis tank ez, jó elosztásban, meg top tierbe persze, de az annál nagyobb már nem. Ezt meg én basztam el, nem egy kicsit nagyon, mert nem kellett volna kimenni. Csak elfelejtettem, hogy ott még vannak TD-kan túloldalt. Na mindegy. Szerintem ezt a csatát mi elkönyvelhetjük győzelemnek, mert ahogy nézem, ott már csak egy nehéz harckocsijuk maradt meg. A többi az mind TD, meg egy közepesok, meg egy artijuk. Úgyhogy én akkor el is köszönöm tőletek. Tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok.